Évtizedes hagyománya van már annak, hogy Gyönk kicsinyített mását készítik el mézes kalácsból karácsony előtt a helyi Német Nemzetiségi Egyesület tagjai. A járványhelyzet miatt tavaly elmaradt a különleges látványosság megformálása, idén viszont bárki megcsodálhatja Tolna megye legkisebb városának még kisebb mézes kalács változatát. Úgy gondoltuk, hogy édes Gyönk nevet adunk neki, mégiscsak gyönkiek készítik általában, vagy a Gyönk környéki települések emberei, és ezért választottuk ezt a nevet. Idén 9. alkalommal készült el az édes Gyönk nevű nem mindennapi tárlat, az alkotók pedig egyre rutinosabbak a kézzel készített mézes kalácsvároska megalkotásában, így a megcsodálható épületek száma is folyamatosan nő. Először értetlenül álltak az emberek is, hogy egyáltalán hogy álljanak neki, mert mézes kalácsot általában az emberek sütnek, na de megformázni épületet az nem olyan egyszerű, úgyhogy legelső alkalommal a művelődési házban volt, és így visszamenőleg megnéztük, hát talán egy 6 épület készült el. Mostanra viszont már a több mint 10 négyzetméteres terepasztalon nem csak számtalan jól felismerhető helyi épület látható, hanem gyönki életképek is. Ezek megjelenítéséhez babákat és fémből vagy fából készült aprócska eszközöket használnak az alkotók. Van itt például egészen pici kolbásztöltő és üstök is. Mindenkinek megvan, hogy mi a szakmája, vagy milyen kedve van, hogy mit szeretne csinálni, és szerencsére mindenki ajánlja, kérdezi, hogy mibe tud segíteni, és akkor így lassan fejlődik az egész, hogy minél több mindent tudunk bemutatni. A tárlatot több éven át a gyönki evangélikus templomban állították össze, és ott is csodálhatták meg az érdeklődők. Idén viszont első alkalommal a Német Nemzetiségi Egyesület felújított saját épületében lehet ugyanezt megtenni. A munka dandár részét a német közösség 35 tagja vállalta, de mellettük gyerekek, sőt még a gyönkön kívül élők is besegítettek. A vidéki településről Varsát fogadta el a meghívást, és nem csak egyesületi tagok készítettek, hanem a Gyönk lakosságából is többen jelezték, hogy hozták is a kész mézes kalácsokat. Minden évben iskolások, óvodások jöhetnek a mézes kalácsot díszíteni. Az idén is volt 2 nap, amikor kijöhettek az osztályok, az egyesület asszonyai megsütötték a mézes kalács formákat, elkészítettük a mázat, és így szépen a gyerekek megcsinálhatták a saját mézes kalácsaikat. Volt, aki itt is hagyta, tehát kiállítottuk, de nagyon örültek, mert meg is ehették. Papírváza van neki, és arra van ráépítve. Ez a templom apró darabokból sül meg, apró darabokra van kiszabva, és mind a Lego úgy van összerakva. Az évek alatt nem csak a terepasztal elkészítésének mikéntjét fejlesztették az egyesület tagjai, hanem a megfelelően tapadó és szilárd mézes kalács receptjét is sikerült megalkotniuk. Biztosítjuk az alapanyagot, tehát az egyesület megvásárolhatja, megcsináljuk a késztésztát, és másfél kilós csomagok vannak, és aki igényli, annak odaadjuk. Hát persze nem mindenki abból dolgozik, van akinek saját receptje van, de általában így van. Az előkészítő munka már novemberben elkezdődik, akkor készítik el a mézes kalács tésztáját, maga az építkezés pedig nagyjából 2 hetet vesz igénybe. De nem csak az épületben, a Németház udvarán is szorgoskodtak a gyönkik ezek. A régi parasztház tornácán ugyanis saját maguk által készített Betlehem várja az ide látogatókat. Szerettünk volna vásárolni, de horror ára van, és úgy határoztunk, hogy ezt meg is tudjuk mi is csinálni. Úgyhogy egy kedves egyesületi tagunk csinálta meg az istálló részt, és a bábukat azt 3 hölgy készítette el, ami saját munkája teljesen mindenkit. Nagyon meg voltunk magunk elégedve, hogy elég szépek lesznek. Nagyon sok fényképet néztünk, hogy egyáltalán hogy kéne kinézzen, ötleteltünk, és ilyen szerintünk szépre sikerült. Az édes Gyönk nevű Tolna megye legkisebb városát bemutató mézes kalács alkotás és a helyi Német Egyesület betlehemese december 7-ig tekinthető meg.